Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 1-0-ra verte a Grosics Akadémiát a kisvárdai futballcsapat. 22 ponttal győztek a MAFC otthonában a kék cápák. A Vasas veretlenségét is elvette a nyíregyházi kosárcsuli. Együttműködik a jövőben a Megyei Diáksport Egyesület és a Nyíregyházi Egyetem. A hagyományos sportgálán díjazták Nyíregyháza legjobb sportolóit. A Zrínyi jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe. Legyőzte a Grosics Akadémiát a Kisvárda Mastergood. Révész Attila együttese Gosszonyi találatával 1-0-ra verte a Gyuláról érkező vendégeket. A legnagyobb probléma a hazai pályán, hogy nem tudunk futballni a saját pályánkon, amit egész héten, sajnos azt kell mondjam, az edzőpályánk, mindegyik edzőpályánk, a műfüves és a füves is sokkal jobb, mint a centerpálya, és ez nagyban meghatározza a teljesítményünket. Az első fél időben, amennyire még nem volt agyontaposva ez a mély talaj, annyira elkezdtünk futballozni, laposan földön tartottuk, megpróbáltuk kombinatív játékkal a védelmüket feltörni. Többször el is jutottunk a támadó harmadukig, viszont ott rendre a pálya talaja miatt pontatlan passzokat adtunk, és ez annyira dühítő, a játékosokat is annyira frusztrálja, hogy később az a fajta tudás elvesztik belőlük, amit egész hét fél év során, vagy év során is felépítettünk, és bizonytalanná válnak. Szerencsé az Andi Sakoszi rúgott egy gyönyörű szép gólt, és ez megnyugtatott. A második fél időre viszont teljesen más elképzeléssel jöttünk ki. Az volt a célunk, hogy tartsuk meg az 1-0-át, ne kockáztassunk, ne hozzuk fel a labdát, csak teljesen tuti esetben, hanem rúgjuk be a védőfal mögé, és próbálkozzon az ellenfél. El kell ismernem. Egy ilyen játékot választottunk, amely nem a kedvencünk, és még nem is alkalmaztuk ezt, de ez a pálya rákényszerített. Ha nem ezt csináljuk, akkor elképzelhető, hogy ma elbukjuk a mérkőzést. Még úgy is, hogy az ellenfélből kiállítottak egy embert, de mint a kiállítás is mutatta, mind a két alkalommal sárgájukat az ő kezdeményezésük előzte meg. Tehát mi kényszerítettük őket hibára, abból volt a két sárga kiállítás. Amikor mi kezdeményeztünk, nem tudtunk pluszt elérni ezen a rossz pályán. És a legfontosabb most a 3 pont begyűjtése. Sajnos van még 2 mérkőzésünk hazai pályán, amely hasonló idegölő és feszültségekkel teli lesz valószínűleg, mert hát igen, az időjárás, illetve az amatőr bajnokság okozta nagy terhelés ezt eredményezte, és ez nem is fog már most a gyenge vegetáció miatt javulni. Jól éreztük, hogy a kiállítás inkább a kisvárdai csapatot zavarta meg, illetőleg rákerült egy nyomás a csapatra, hogy ezt a meccset most már így tüzönvizenet meg kell nyerni. Nem, én nem ezt mondom. A probléma az volt, hogy szünetben megbeszéltünk egy dolgot, hogy nem kell labdát birtokolni. A létszám fölény után viszont változtatnunk kellett volna, de a pálya nem tette lehetővé. És én sem engedtem nekik bentről, csak annyit kértem, hogy toljuk föl a védekezést, hogy ők is rúgják ki a labdát, ne tudjanak passzolni. Ráadásul cseréltünk kettőt, a Fodor Andrist és a Zolát, és mind a ketten úgy szálltak be, hogy simogatták az ellenfelet. Andis a futkározott, de egyetlen egyszer nem futott védő mellé. Folyamatosan engedte, hogy kihozták, nagyon mérges voltam. Isteni szerencse, hogy nem őt raktuk be a kezdőbe, mert itt a magasabb belsők ellen egész biztos, hogy hátrányba lett volna. Most a második fél időben viszont azért többször lett volna olyan lehetőség, hogy 2 védőre, 3 védőre labdaszerzés után rávigyük, de annyira rossz volt a pálya, hogy 2-3-szor kellett hozzáérni, hogy egyáltalán maga elé vegye a játékos, és ha ezt egyetlen egyszer ezt a kontrát végigvisszük, akkor nem lettünk volna zavarodottak, nem látszott volna ennek a jele. Én azt gondolom, hogy a végére azért kiegyenesedtünk, és ha egy kicsit türelmesebbek vagyunk, akkor nagyobb különbséggel is nyerhetünk volna. Rengeteg párharc volt ezen a mérkőzésen. Ő gondolom ezt is figyelembe vette, amikor a csapatot összeállította a mérkőzés előtt. Igen, a legutóbbi mérkőzésen a Szegednek 246 párharca volt. Egy normális mérkőzésen a 160-180 közötti az a tartomány, és tudtuk, hogy ők elsősorban az ívelésekre próbálkoznak hagyatkozni. Ráadásul ugye tudtuk, hogy ez a talaj még nehezebb lesz. Én azt gondolom, hogy ezt a számot is megdöntöttük meg. Valóban, ma elsősorban a fizikai mutatók domináltak, azt kellett megmutatnunk. Nagyon sok játékosunk el is fáradt a nagyobb testűek ezen a mély talajon, főleg a hajlítósok. A rajcipet is ezért nem mertük kezdetni, mert ugyanilyen talajon sérült meg legutóbb az 50. perc környékén.
Hát a hátralévő három mérkőzésnek azért még van jelentősége, és bizony ebből okulnunk kell, és tanulnunk kell, de én azt gondolom, hogy tudjuk a megoldást. Szeptember 11-e óta kapott idegenben gólt és szenvedett vereséget a Szeged, akkor ugye legutóbb Nyíregyházán. Három győztes mérkőzés után vannak, nehezebb így megemészteni a vereséget? Inkább nem azt mondanám, hogy ugye ezek a mérkőzések véget, hanem a látottak alapján nehéz egy kicsit megemészteni, hogy egy pontugásra ki tudtunk kapni. Az egy ilyen játékosokat felvontott a Kisvár, de a második fél időben sanszuk nem volt. Azt gondolom persze a talaj minősége véget többet ívelgettünk, de földön is alakítottunk ki helyzeteket. Az első fél időben annak ellenére, hogy nem játszottunk ki, hogy 200%-os zicserünk volt, és a Várd ugye nem mondhatja ezt el magáról. A második fél időben is volt egy kis ívelgetés, de aztán a földön is volt játék, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát a maga mutatott játéka az első 20 percet kivéve elégedett vagyok. A kiállítás után, mint a lekerült volna egyfajta teher a játékosokról, mindegy alapon kezdett el akkor játszani a csapat? Az a csapatnak az igazi arca, meg ugye a másik fél időben eleve így kellett volna játszani. Az első fél időben sajnos bennük volt még, annak ellenére, hogy próbáltam ugye mentálisan beszélni velük, bennük volt még az annó 4-0-as vereség, itt nagyon megilletődötten kezdtük, és ugye ez elég volt ahhoz, hogy egy hiba folytán volt ugye egy ellentámadás, és abból lett a szabadrugás, abból kaptuk a gólt. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák Budapesten a MAFS 23-as csapatát verték 86-64-re. Úgy gondolom, hogy egészen könnyű mérkőzés volt. Az első pillanattól kezdve vezettünk. Néhány olyan szituációval azért megnehezítettük a saját dolgunkat, amit magunknak alakítottunk ki. Még könnyebb lehetett volna a találkozó, hogyha a palánk alatti helyzeteket, zicsereket befejezzük megfelelőképpen. De ahogyan már azt korábban is mondtam, a fiatal csapatnak az a jellemzője, hogy hullámzó teljesítmény nyújt, és pozitív, extra dolgok után sajnos negatívumban is extra dolgok jönnek. És ez sajnos a mérkőzésen néha látszódott, de azt hiszem, hogy a végén a 20 pontos különbség azért mindenképpen megmutatta, hogy mi voltunk a jobb csapat, és idegenben is megérdemelten nyertünk. Egy hosszabb szünet következik a bajnokságban, viszont megspékel egy hazai hepkupa mérkőzéssel, a Baja érkezik, amely egy nagy múltú csapat. Mire számíthatok? Természetesen nem számíthatok másra hazai pályán, mint hogy kivívjuk a továbbjutást. Szeretnénk minél tovább jutni a hepkupában, és a Baja annak ellenére, hogy nagy múlttal rendelkezik, most nem tartozik a legerősebb csapatok közé, és hazai pályán mindenképpen győznünk kell, és tovább kell jutnunk. Nagyon örülök egyébként ennek a mérkőzésnek, és annak is, hogy a sorsolás így alakult, hiszen már elmondtam korábban, hogy karácsonyig nem játszottunk volna hazai mérkőzést a csarnokunkban, és szerencsére ez a kupa meccs, ez úgy alakult, hogy itthon tudunk játszani. Jó lenne még egy kört menni, és akkor karácsonyig talán még egy beleférhetne. Meg gondolom, ezen a meccsen kívül is lesznek mérkőzések, hiszen ebben az időszakban azért beleférnek felkészülési meccsek is talán, meg hát a fiatalodnak ott van a junior bajnokság, diákolimpiai mérkőzések. Igen, ezek folyamatosan lesznek. Holnap jön a diákolimpia, hétvégén van U18-as mérkőzés, de hétközben is át fogunk menni Tiszaújvárosba. Azoknak a játékosoknak, akik kevesebbet játszanak, illetve nem nyújtanak még olyan teljesítményt, ami elvárható tőlük, azt szeretnénk, hogy minél több játék lehetőség legyen és rutint szerezzenek. Mellette pedig meg kell oldanunk bizonyos pozícióknak a gyakorlását. A bajnoki mérkőzések, a tét mérkőzések nem alkalmasak arra, hogy embereket új pozícióban próbáljunk ki, és ezt ezeken az edzőmérkőzéseken meg lehet oldani. A papírformának megfelelően magabiztos győzelmet arattatok a MAFS 23-as csapata ellen, ettől függetlenül a pályán mennyire kellett megküzdeni a sikerért? Így van, hál' Istennek végre esélyeshez méltóként kezdtünk el egy mérkőzést, és ugye fejeztük is be. Nem volt annyira egyszerű, mint amennyire az eredményt akarja, ez a 22 pont, mert nagyon kellemetlen, csapdázós, sok védekezést alkalmaztak, sokat váltottak zónára, emberfogásra, kicsit hasonló volt, mint az Óbudai Kaszások elleni meccsünk, ugye, ahol vereséget szenvedtünk. Szerintem annyiban, hogy minőségben ez egy kicsit gyengébb csapat volt. Most a kinti dobások hál' Istennek ültek a zóna ellen, illetve jól járattuk a labdát, és a védekezésünk sokkal agresszívabb volt, szerintem ennek is köszönhető ez a győzelem. Neked irányítóként a társak kiszolgálása az első számú feladat alatt, tehát 15 gólpassz, akkor ezek szerint minden tökéletesen működött. Igen, jó, működik. Persze a gólpasszhoz kell az, hogy
be is fejezik a társak. Jól mozgattam a csapatot, úgy érzem, voltak nagyon jó passzaim, de voltak olyan passzok is igazából, aminek a befejezés volt a nehezebb része. Úgyhogy kiszolgáltam társakat, de ők pedig meghálálták, úgyhogy elégedett lehetek. Hosszabb szünet következik a bajnokságban, mire lehet jó ez az időszak, hiszen ez a csapat a sok fiatal miatt még folyamatosan érő, beérő fázisban van. Jó, jön ez a szünet. Igen, ezt már korábban is mondtam, hogy mi igazából hétről hétre érünk össze. A fiatalok kapcsolódnak be, zárkóznak fel. Én egy kisebb sérülést összetettem a tegnapi edzésen, legalább azt is ki tudom pihenni, és most annyiban is nagyon jó a szünet, hogy fel tudunk készülni, mert két nagyon kemény meccsünk lesz az év végén. Először természetesen Hep Kupa, a Baja ellen jövő hét szombaton, és utána megyünk a Hódmezővásárhelyhez és a Miskolc gárdájához, akik a tabella első két helyét foglalják jelenleg. Mind a kettő pokoli nehéz meccs lesz. A Szeged után újabb csapat veretlenségét vette el a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese Budapesten a Vasas Akadémia csapatának otthonában győzött 82-78-ra. Érdekes mérkőzés volt, tehát ugye az első percekben már egész pestletemadással kezdett a Vasas. Ugye ilyen vagy akkor ott egy héten keresztül, hogy is kellene ezt a problémát megoldanunk, nem nagyon jött össze. Tehát itt az elején már egy 10 pontos vezetéshez ütött a Vasas, amikor valamilyen szinten talán icike-picikén sikerült megrázni magunkat, és ugye az elején nem nagyon védték a palánk alatti játékot, és ugye abból az egész pályából sikerült néha odajutatnunk a labdát, amit szerettünk volna, és hogyha okosan és értelmesen kosárlabdáztunk, akkor 4 passzból icike helyzetbe kerültünk, csak hát ugye ez körülbelül minden második támadásnál sikerült. A köztes támadásokban labdázhatott az ellenfél, ugye vagy a kezébe tettük, vagy egyébként kivette a kezünkből, és tehát így az elején igencsak kaotikus volt, tehát elég sokáig tartott, amíg sikerült fölvennünk azt a játék ritmust, amit a Vasas ugye képviselt. Nehéz volt minden tekintetben, mert ugye folyamatosan váltották a védekezést, tehát ugye megpróbálták egy idő után a diát kivenni a játékból, hogy ne legyen az, aki a labdát fölhozza és jelentje a csapatot. A többiek azok pedig beálltak zónavédekezésbe, aztán a végjátékra egy az egybe bementek zónavédekezés, főleg amikor ugye a Vivian is kipontozta magát, a 5-5 perc volt hátra körülbelül a mérkőzésből. És akkor ugye ott álltunk, személy szerint is, hogy most ugyan már mi a jó megoldás, hogy most a kicsiket vigyük fel a pályára, akik ugye addig se tudták megoldani, mert hogy annyira bátortalan a kosárlabdázott a kadett sor, hogy nem lehetett őket pályára, vagy maradunk 4 kis emberrel, meg az Orsival, ugye az egyébként is jó szerkezetű Vasas ellen, akik minden poszton egy feje magasabbak voltak, mint mi. Hát szerencsére az Orsi, Dia és a Takácson a hármas azért a vállán vitte ezt a csapatot azon az adott mérkőzésnapon, és innentől kezdve a végjátékra megmaradt az a 4 pont, bár ez sem volt egyszerű, mert azért 10 pontról indultunk, és akkor szép lassan fogyott az előnyünk, de sikerült egy olyan extra hármasokat és olyan extra dobásokat is bedobnunk, ami ugye a mérkőzés elején nem volt meg. Aztán egy nagy boldogan konstatáltuk, hogy sikerült végre idegenben megverni a Vasast. Egy hétvége kimarad most a bajnokságban, Kecskeméten lép pályára legközelebb a csapat. Oda milyen esélyekkel utaztok, hiszen azért az első fordulóban elszenvedett vereséget követően csak győzött a csapat. Mindig készülnünk kell minden mérkőzésre, mert mondom, a kispadról beszálló fiatalok nem mindig azt tudják hozzátenni, amit ugye mi szeretnénk. A Kecskemét az szintén egy aránylag fiatal csapat lett el az évre, tehát a tavalyi idős, rutinosabb játékosok, azok ebben az évben nem vállalták a játékot. Tehát ugye ott szintén számítanunk kell arra, hogy egész pályás ne támadás, esetleg egy igencsak kemény, agresszív védekezés, ugye Kecskemétre egyébként is ez a jellemző. Hát most megpróbáljuk ezt a 2 hetet erre használni, hogy ugye azokat a hibákat, amik a Vasas ellen megvoltak, azok a hibák ne forduljanak elő a Kecskemét ellen, és akkor reméljük, hogy győzelmi esélyekkel megyünk. Eddig ugye azok a csapatok, akik ellen mi játszottunk, és esetleg mi megvertük őket, azok Kecskeméten is tudtak nyerni. Tehát azt hiszem, hogy talán inkább az esélyesé mi vannak ennek a mérkőzésnek, de nem szabad semmit előre elkiabálni. Úgy kell oda menni, hogy keményen küzdeni kell, és akkor talán meg lehet a győzelem.
közös rendezvények, konferenciák szervezése, közös pályázatok, a fiatalok sportolási aktivitásának növelése többek között. Ezek szerepelnek abban a megállapodásban, amelyet a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület képviselői írtak alá. Nagyon örülünk annak, hogy ez az együttműködési megállapodás tető alá került, hiszen a Nyíregyházi Egyetemre úgymond, hogy így fejezzem ki, már régóta fentük a fogunkat, mert valóban azt hiszem, hogy a megyében ez az a tudásbázis, ez az a kutatói, illetve hallgatói bázis, amely én úgy gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport szempontjából is egy kihagyhatatlan lehetőség, és valóban új perspektívákat fog nyitni ez, én úgy gondolom, a megyei diáksport életben, és rengeteg olyan lehetőség nyílik meg majd előttünk, beszéltünk itt akár pályázatokról, akár együttműködésekről, akár olyan kutatói, kutatásfejlesztési projektekről, amelyekben akár a megyei diáksport is részt vehet, vagy akár csak olyan közös programokból, szabadidő vagy diáksport programokból, ahova bevonhatjuk a hallgatókat akár résztvevőként, akár gyakorlat szerzőhelyként, mint a diáksport területén. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség lesz, amelyből nagyon komolyan tudunk majd profitálni, és az egyetemnek és a Diáksport Egyesületnek is, nyugodtan mondhatom, hogy a Magyar Diáksport Szövetségnek is egy olyan új perspektívát nyithat, amellyel én bízom benne, hogy tudjuk segíteni a megyei diáksport életet. Vannak-e még esetleg olyan potenciális partnerek, akikkel köthetnek hasonló együttműködést? Igen, gondolkodunk természetesen további együttműködések megkötésében is, hiszen itt bár elég sok együttműködési megállapodást megkötöttünk az utóbbi években, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal, Nyíregyháza megyei jogú várossal és most az egyetemmel. Én úgy gondolom, egy olyan háromszöget sikerült már kialakítani, amely lényegében az egész megyét lefedi, de szeretnénk az együttműködési megállapodásokat bővíteni. Ugye a médiával, a média területén a Költségi Televízió az, akivel együttműködési megállapodással rendelkezünk, de szeretnénk majd egy olyan hálót vonni magunk fölé, amellyel, amellett, hogy ezt a stratégiai háromszöget, illetve kiegészítve a média oldalán a Költségi Televízióval tovább tudjuk majd erősíteni a megyébe, a kisebb településeken is, és ezáltal nem csak egy háromlábú székünk lesz, hanem sok háromlábú székünk, amely, mint tudjuk, a legstabilabb ülő alkalmatosság. Rektor helyettes, hogy miért tartották fontosnak ennek az együttműködési megállapodásnak az aláírását, és milyen távlatokat nyithat meg ez az együttműködés a jövőben? Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a mondást, hogy épp testben, épp lélek, és az aláírás előtt ugye mondtam egy történetet, azzal kapcsolatban, hogy amikor én voltam gyermek, akkor az édesanyák a gyerekeket mindig próbálták beterelni, hogy gyere már be, ne szaladgálj oda ki olyan sokat. Ma meg az a helyzet, hogy az anyukák próbálják a gyerekeknek, hogy gyere már ki a szobából, ne üljél annyit a számítógép előtt, hanem gyere, sportoljál, mozogjál. Tehát egyrészt ez egy valós probléma, hogy a fiatalokat rá kell szoktatni arra, hogy ahhoz, hogy a minden rendben legyen, a testüknek is rendben kell lenni. A másik, amiért nagyon fontos, hogy egy megyei sport és szabadidő egyesülettel írtunk alá szerződés, az, hogy nekünk vannak olyan hallgatóink, akik azt mondjam, hogy valamilyen sportszarra járnak, többek között ugye a tanárszak is. Nekünk nagyon fontos, hogy ilyen hallgatóink legyenek. A másik dolog, hogy ehhez kapcsolódóan viszont gyakorlóhelyek szükségesek. És az lenne az igazán jó, hogyha azok a hallgatók, akik nálunk szereznek majd diplomát, a diplomák megszerzés előtti gyakorlatot a lehető legközelebb a városhoz, illetve a megyében végezzék ezt a gyakorlatot, mert ha a megyében végzik, akkor annak nagyobb a valószínűsége, hogy itt fognak maradni, és itt fogják majd a sportéletet, illetve az értelmiséget gazdagítani. Egyébként a sport, a testnevelés milyen súlya a Nyíregyházi Egyetem életében? Nagyon fontos, ahogy említettem, a tanárszakjainkat is úgy állítottuk, hogy azt mondjam, a régi klasszikus szakok még mindig jellemzőek, mondjuk a biológia testnevelés, vagy akár a matematika testnevelés is sorolnám. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a testnevelés szakon van most jelenleg a legtöbb hallgatónk különböző szakpárokban. Az év sportolója Helebrant Máté, parasportolója Veres Amarillát Nyíregyházán. A legjobb edzőnek járó díjat Pokrovenszki József és Pákai Béla vehette át, Sallai József pedig életműdíjat kapott a hagyományos sportgálán. Eddigi pályafutásom során ez volt a legsikeresebb esztendő. Szinte minden versenyen egytől egyig egyéni csúcsot, illetve még egy országos csúcsot is sikerült megdöntenem. A Riói olimpián elértük azt a célt, amit kitűztünk, és még így is egy kicsit kis hiányérzet van bennünk.
viszont ez a jövőre tekintve jó, mert sokat tanultunk ebből az olimpiából, és tudjuk, hogy minket változtatni, és hogyha ezt az utat folytatjuk, akkor talán a jövő év még sikeresebb lehet. Örülök, hogy képviselhettem a városomat és az országot a Riói olimpián, és hát nagyon örülök, hogy most meghívtak erre a sportgálára. Ez az időszak, versenymentes időszak, mivel töltöd a napjaidat? Már elkezdődött a jövő év felkészülés, most van az ősz és téli alapozás, ilyenkor alapozzuk meg igazából a jövő évet, ilyenkor vannak a legtöbb és leghosszabb edzések. Kicsit unalmas, mert nincsenek versenyek, a legközelebbi verseny csak február közepén lesz, addig csak ez a monoton nagyon-nagyon sok edzés van. Mit tudsz az edzőtáborok programjáról? Pont tegnap érkeztünk az egy 2,5 hetes tatai edzőtáborról, illetve december 5-én fogunk ismét Tatára utazni egy 10 napos edzőtáborba, január és februárban meg talán egy melegév hajlatra is fogunk elmenni. Mint hogy ez a sportgála is mutatja, lassan zárul az esztendő, lehet egy pici méleget készíteni, te hogyan tekintesz vissza a 2016-os évre? Nekem ez életem egyik legjobb éve volt, én nagyon-nagyon boldog voltam ebben az évben folyamatosan. Ha csak az eredményeket nézzük, lehet-e rangsort tenni közöttük vagy közéjük? Igazából rangsort, mint olyat, azt nem szeretnék elíteni. Minden egyes élen, minden egyes eseménynek megvan a maga jelentősége. Nyilván a világkupák, meg az Európa-bajnokság, azok az epizódok voltak a főműsor az olimpia előtt, de összességében minden egyes verseny és edzés ugyanolyan fontos. Egy paralimpiai bronzérem után mennyire könnyű új motivációt találni a következő versenyek előtt? Igazából eleinte nagyon nehéz volt, mert nagyon-nagyon rá koncentráltunk, mentálisan nagyon felkészültünk, és utána maradt utána egy űr, amit hirtelen nem tudtam mivel betölteni, de most már visszataláltam az utamra, úgyhogy megvan újra motivációm. Mikortól meddig lesz pihenő, és mikor kezdődik a felkészülés a következő év és a következő paralimpiai ciklus versenyeire? Hát igazából pihenő nincsen, vagyis hát volt egy nagyon rövid pihenő, egy pár hetes, de most már az első világkupán már részt vettünk, tehát nekünk már elindult a szezon. Sallai Józsefnek 50 éve van köze a kosárlabdához, 42 éve edzőként dolgozik, úgyhogy ez az elismerés, mint egy életműdíjként is felfogható. Nagyon nehéz összefoglalni közel fél évszázad, de mégis mire a legbüszkébb ez elmúlt időszakból? Köszönöm a megtiszteltetést, hogy ma itt lehetek, és ezt az elismerő címet átvehettem, érte ezt a jutalmat, és nagyon köszönöm azoknak az elmúlt 50 évben, azoknak a gyerekeknek, szülőknek, városvezetőknek, megyevezetőknek, akik lehetővé tették, hogy dolgozhassam önmagam és az városnak az érdekéért. Nagyon sok sikert elért a csapataival, lehet a rangsort tenni az eredmények és a játékosok között, hiszen több mint 1000 gyerek fordult meg a kezei alatt. Az első helytől kezdve, úgy mondom, a 8-ig mindegyikre büszke vagyok, és talán nem csak azért vagyok büszke, hogy eredményeket értünk el, hanem vannak 50 éves tanítványaim is, akik annak idején együtt kezdtük a kosárlabdát. Nagyon sok becsületes, lelkes, jó szakembert, nem csak kosárlabdában, hanem az élet minden területén megállják a helyüket. Az edzősködés lemondás is kíván, hiszen ugye a testnevelő tanári szakma mellett az edzések esténként vannak, hétvégén versenyek, utazások. Mi az, ami kompenzálja ezt az áldozatot? Elsősorban az, hogy nagyon jó családban vagyok, tehát feleségem, két gyerekem is támogatja ezt a sporttevékenységet, és edzői munkát, amit én végeztem az elmúlt időszakban. Nagyon fontos a családi háttér, és amit az előbb is említettem, ezen a szűk hátteren kívül az Apácaiban letöltött 38 évem, ahol minden lehetőséget megkaptam igazgatóktól, városvezetőktől, megyevezetőktől, ezt tette lehetővé, hogy ilyen minőségi munkát tudjak végezni. A nyíregyházi Zrínyi Gimnázium csapata bejutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe. A megyei döntőben a 2. helyen a szintén nyíregyházi aranycsapata végzett, a 3. hely pedig a kisvárdai Besenyei gárdájának juthat. Egy különleges jelentőség, és nyugodtan mondhatom, hogy egy különleges hangulatú megyei döntőn vehettünk most részt, hiszen nagyon izgalmas meccseket láttunk, főleg ugye az első mérkőzést, az Arany és az Zrínyi összecsapás, amit nyugodtan mondhatom, hogy egy presztízs rangadó, és valóban most különleges borsot adott neki az, hogy az itteni nyertes, ennek a megyei döntőnek a nyertese, mindig a mennyiságon kvalifikálta magát az 5-6-os korcsoportos összevont labdajátékok döntőjébe, amit ugye itt rendezünk meg Nyíregyházán februárban, és bízunk benne, hogy majd az itt nyerte Zrínyi, akinek innen is szeretnék gratulálni, majd megmutatja azt, hogy nem véletlenül vannak ott a döntőbe, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézilabda sportjának az erejét is növelik majd februárban, és bízunk benne, hogy azért viszik majd a megyénk hírnevét innen is.
És elképzelhető, hogy nem csak a Zini lesz ott a döntőben, hiszen még a második helyezett aranynak is megvan az esélye a fináléba kerülésre. Igen, hát pontosan ez a legnagyobb jelentőség ennek a mai döntőnek, hogy amellett, hogy fixen kvalifikálja magát az egyik csapat, amellett ugye a második helyezett pedig természetesen részt vett a selejtező tornán, tehát megvan az esélye arra, hogy a hátralévő mérkőzéseken még kivívja a jogot arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ne csak egy, hanem két csapat képviseltesse magát majd az összevont labdajátékok döntőjén. És a kézilabda mellett természetesen ugyanez igaz a röplabdára és a kosárlabdára is, úgyhogy februárban én úgy gondolom, hogy nagyon komoly és nagyon fontos sportesemény lesz itt a megyénkben. Az első szóval gratulációi, hiszen a Zrínyi immár sokatszor ott van a kézilabda diák olimpiai országos döntőjében, egyáltalán Baltadél is tudja, hogy hanyadszor. 42. alkalommal sikerült bejutnunk az országos döntőbe, és hát nagyon örülök neki, mert továbbra is egy nagyon jól felkészült, jó társasággal vívhatjuk meg majd remélem a küzdelmet, bár erős lesz a mezőny, mert az akadémiákkal is fel kell venni a versenyt, és azokkal a csapatokkal is, akiknek NB1-es háttere van, és az NB1-es ifjúsági bajnokságban erősödnek minden hétről hétre. Milyen volt ez a megyei döntő? Én úgy gondolom, hogy rutinban, tapasztalatban a mi csapatunk volt az esélyes. Ennek ellenére egy nagyon szoros mérkőzést játszotta az aranyjal, nagyon szimpatikus volt az ellenfél, fölpörgette magát, és igaziból mi sem találtuk azokat az ellenszereket, amelyeket kellett volna. Én úgy gondolom, hogy az én csapatom egy könnyű lovasság, akinek futni kell, gyorsan kell vinni a labdát, mert egy ilyen magas fallal szemben csak nagyon komplet játékkal tudunk megfelelni, és ez hiányzott a játékunkból. Ő két hónap van még hátra az országos döntőig, mennyit tudnék fejlődni a csapat addig? Addig azért lejátszik egy jó pár bajnoki mérkőzést, és hát egy közös összetartással fazon tudunk adni ennek a csapatnak, akkor remélem, hogy Nyíregyházán nem volunk szégyent. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.